A legnagyobb település Dombóvár a megyei első osztályban szereplő labdarúgó csapatok közül, és amióta kiestek az NB3-ból, amióta nincsenek komolyabb cégek támogatók a helyi foci mellett, azóta komolyabban veszik a futballklubnál az utánpótlás nevelést. Büszkék arra, hogy csupa saját nevelési fiatalokat foglalkoztat az első csapat, és ellátják a környékbeli kisebb-nagyobb csapatokat is játékosokkal. Persze a fő cél, hogy ilyen saját téglából építkezve legyen Dombóvárnak újra, előbb megye egyes bajnokcsapata, s a többit majd meglátják. Időarányosan jól állnak, hiszen már 2-3 éve meghatározó fiatal élcsapatuk van. Nagyon nehéz azt megoldani, hogy csak saját nevelésű, azért azt nagyon-nagyon büszke vagyok, hogy akár a múlt héten a Dunaföldvár ellen a keretben 9 saját nevelésű játékos volt, most megint a keretben 8 saját nevelésű játékos volt, ami azért nagyon-nagyon pozitívum, mindig lesznek külsősök, most is ugye vannak, de hát anélkül nem lehet, tehát csak Dombóvárival nagyon szép lenne, de nem biztos, hogy lehet eredményt elérni. Igazából nem éreztem annyira, tehát ezt most kiegyezik nagyon, hogy beragadtunk. Volt ugye a Majosán, ott x-eltünk Majoson, ugye ott Majoson minden, mindig nehéz pontokat szerezni, aztán utána kikaptunk otthon a Bonyháttól 1-0-ra, ott azon a meccsen nagyon jó futballoztunk, talán azt mondom, az egyik legjobb meccsünk volt, aztán egy szerencsétlen góllal kikaptunk, végig mi domináltunk. Ott éreztem azt, hogy akár mi a bajnoki címért is mehetünk, hiszen az egyik legjobb csapat ellen dominálni tudtunk. Bár a pontok alapján beragadtunk, ugye aztán most egy kiegyenesedtünk, de talán a picit a játékosok elhitték azt a nyári felkészülés alatt, hogy ugye elég komoly eredményeket értünk el a nyári felkészülés alatt, tehát a Somogy megye most 15 pontra vezeti a bajnokságot, a Balaton ellen azokat simán megvertük, ugye a Szederkénynek, a Baradnya megye egy élcsapatnak rúgtunk 6-ot a felkészülési meccsen, tehát nagyon jó felkészülési meccseink voltak, kicsit el is hitte a csapat, hogy most itt be fogunk gyalogolni a vég a bajnoki címig, hát azért annyira jók még nem vagyunk, de viszont az is igaz, hogy ezt most kiismerem jelenteni, az egyik esélyes az a Dombóvár. A közvélemény ennek ellenére úgy gondolja, hogy a Tamási Bonyhát Tolna hármas vetélkedésbe a bajnoki címért még nem fog beleszólni a Dombóvár. Részint azért, mert a felsoroltak közül 2-vel szemben 4, illetve 5 pontos hátrányban van, másrészt pedig az körvonalazódik, hogy a jelenlegi dobogósok mindegyike semmit sem bíz a véletlenre, így egy-két játékossal biztosan erősíteni tud még a télen. Ebben az évben a dobogó volt a cél, ugye új csapatot kellett építeni nyáron, fiatal csapat, de az is látszik, hogy rengeteg munka van. Én az előttünk lévő három csapat, a Tamási, a Bonyhád vagy a Tolnát se elműteném, hogy feltétlenül jobb csapat, valamiben jobbak, talán a rutin, talán a kor, talán a több tapasztalat egy picit mellettük van, viszont képessége biztos, hogy nem jobbak. Elég komoly felkészülés lesz, és idén mindenképp ott szeretnénk lenni a dobogó, és mindenképpen szeretnénk együtt tartani ezt a nagyon fiatal csapatot, és Dombóvárosának azért a múltban végig NB3-as csapata volt, ez egy hosszú távú cél, hogy újra NB3-as csapat legyen Dombóváron. Ennek a kívülálló számára is szimpatikus megalapozása zajlik mostanság, a többi már nem rajtuk, hanem inkább a szponzorokon, támogatókon múlik.